Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. A kis malackát levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe, otthon maradt a 3 leánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik leányának: ered lányom a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a lány fölment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömböcöz, hogy levegye, nagyot kiáltott rá a kis gömböc: mit akarsz te? Engem enni? Inkább megeszlek én téged. Ham! Bekapta a lányt. Az anyja nem tudta elképzelni, miért nem jön a leánya a padlásról a gömböccel. Felküldte a közülső lányt, hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányt is az anyja, hogy hozza le a gömböcöt. Az is éppen úgy járt, mint a másik 2, azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy se. Fölment a padlásra, hogy hozza le ő a gömböcöt. Mikor meglátta, hogy milyen nagy, még megörült neki. Mikor le akarta akasztani, rákiáltott a kis gömböc: mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is ham! Bekapta. Szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön. Közben hazajött a mezőről. Nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz se volt. A gazda mindenfelé kereste a feleségét és a leányait. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza és megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni a kis gömböcöt, az rákiáltott, mint a többiekre: engem akarsz te megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan kövér lett, hogy nem bírta tartani a madszagja. Leszakadt, és lehengeredett. Le a padlásról a tornácra. Tombon volt a ház, hengeredett hát végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások. A kis gömböc mind bekapdosta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, azt is mind bekapdosta. Leghátul jött a kanász gyerek, a bicska ki volt nyitva a kezében, és ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta. De a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, és így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.